Most pedig hangozzék az ige, figyeljünk oda Isten igéjére, mert Isten ma is mennyből jövő üzenettel akar megajándékozni minket. A Mi Időnk című sorozatunkban ez alkalommal Ámosz prófét a könyvéből olvassuk Isten igéjét. Így hangzik az élő Isten szava Ámosz prófét a könyvének 8. fejezetéből a 11. vers. Jön majd olyan idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhénységet bocsátok a földre. Nem kenyére fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Imádkozzunk. Atyánk, szeretünk téged, és szeretjük a te igédet. És ma is elkötelezzük magunkat, hogy amit mondasz a számunkra, azt meg akarjuk tenni. A te igét számunkra az útmutató. És abban keressük a válaszokat az életünk minden kérdésére. Kérünk, jöjj és jelenj meg így közöttünk ma délelőtt is. Amen. Olyan kultúrában élünk, ahol Hála Istennek, kevésszer szenvedünk valós szükséget. Kevésszer szenvedünk valós húsba vágó szükséget. Ennek következményeiként viszont a szükségeink helyett gyakran a vágyainkat kezdjük el szükségként definiálni. Vágyból pedig van bőven, mert a világunkban az édenkert óta mesterséges vágygerjesztés zajlik. Elég régi történet tehát ez, a gyökerei egészen az édenkertig nyúlnak vissza, az emberiség kezdeteig, a teremtésig és a bűnbeesésig. A gonocnak az édentől fogva, a jó és rossz tudásának fájától fogva az a célja, hogy mesterséges vágyat generáljon az életünkben, hogy elfeledkezzünk a valós szükségeinkről, hogy az általa gerjesztett vágyainkat kezdjük el szükségeknek látni. És így kialakul az emberiség életében egy olyan feszültség, amelynek a végén az ember úgy érzi, hogy a tökéletes sem elég. Gondoljátok meg, mi történt ott az édenben. Az embert a tökéletesség jellemezte. Ami körbevette őt, a tökéletesség jellemezte. Mindaz, amivel Isten megajándékozta, tökéletes volt. És mit tesz a gonosz? a sátán felgerjeszt egy mesterséges és hazug vágyat. És onnantól kezdve az ember nem arra figyel, hogy mire van valóban szüksége, hanem azokat a vágyakat, amelyeket a gonosz elénk tár és gerjeszt bennünk folyamatosan, elkezdjük szükségekként látni. Ezek a vágyak pedig olyan iramban diktálják számunkra a tempót, hogy töltsük be őket, hogy időközben félő, hogy teljesen elfelejtjük, hogy mi az, ami valóban szükséges és nélkülözhetetlen, hogy egy értelmes emberi életet éljünk. Félő, hogy elfelejtjük, hogy mi a valódi szükség, és közben csak a vágyaink betöltésével foglalkozunk. Ezért a mai délelőttön azt a kérdést járjuk körbe, hogy mi az, amit Isten nélkülözhetetlennek tart? Mi az, amit Isten tart valóban nélkülözhetetlennek? Az éden kerttől kezdve az emberiségre a telhetetlenség jellemző ez a telhetetlenség kultúrája vesz körbe bennünket. Az édenkertől kezdve a tökéletes sem elég. Gondolj bele, hogy milyen vágyak és milyen célok vesznek körbe. Eléred a célodat, és már is úgy érzed, hogy de még ez sem elég, még kell több. Eléred a kitűzött célodat, és úgy érzed, hogy hát de itt is vannak olyanok, akiket túl kéne haladni. És az diktálja a telhetetlenség kultúrája, hogy a tökéletes sem elég. És így aztán belepörgetnek bennünket szépen lassan egy teljesíthetetlen elvárás rengetegbe, egy olyan mókus kerékbe, amiből nincsen erőnk kitörni. Ámosz prófét könyvében Isten ahhoz a népéhez kezd elbeszélni, akik ott az ókorban ugyanígy belesodródtak a telhetetlenség kultúrájába. Ámosz korára, akárcsak a mikorunkra a telhetetlenség kultúrája vált jellemzővé. Isten népe soha nem virágzott úgy, mint abban a korban. Olyan kor volt Ámosz kora, amikor az emberek életét egy alapvető létbiztonság, egy alapvető anyagi biztonság jellemezte, de soha nem elég, mert a telhetetlenség kultúrája mindig az diktálja, hogy még van több, még van jobb, még van finomabb, még van drágább, és hogyha van, akkor nekem az kell. Mert innentől kezdve, az édenkertől kezdve a tökéletes sem elég. És ez jellemzi az ember életét a bűnbeeséstől fogva. És Ámosz próféta idejére Isten saját népe is, belesodródott a telhetetlenség kultúrájába. És ekkor Ámoszon, mint az ő szócsövén, profétáján keresztül Isten elkezdi figyelmeztetni a népet. Az az ige, tehát amelyet felolvastunk ma délelőtt, egy figyelmeztetés, egy radikális figyelmeztetés. Mert Ámosz korára Isten népét sokkal jobban érdekelte a saját életének a gyarapítása, a saját életüknek a prosperitása, a saját életük még gazdagabbá tétele sokkal jobban érdekelte őket, mint Isten, és mint Isten céljainak a betöltése. Ezért tehát Ámosz üzenete rendkívül aktuális a mai napjainkban is. És Isten egy olyan néphez kezd el beszélni, akik azt mondták, hogy a biznisz, az még fontosabb számunkra, mint eddig. Hogyha eddig is kerestem ennyit vagy annyit, most még többet akarok. Hogyha eddig elértem erre a szintre, még többet akarok. És odáig vitte őket a meggazdagodás és a saját életüknek a, a gondoskodása feletti vágy, hogy elkezdtek egymás életére törni és kizsákmányolták egymás életét az Isten népén belül, mert a telhetetlenség kultúrája nem ismer határokat. Ugye nem teljesen ismeretlen élethelyzet és fogalmak ezek, amikről beszélek. Az a kultúra, amely körülvesz bennünket, ugyanígy belesodródott a telhetetlenség kultúrájába annál inkább érvényes és igaz, hogy Isten népeként gondolkodjunk arról, és keressük azt, hogy mi az, amit Isten nélkülözhetetlennek tart, és Isten el is árulja. Mert arról szólt Ámosz proféciája, hogy jön majd olyan idő, így szól az én Uram az Úr, amikor nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Isten igéjének a hallgatására. A mai délelőttünk tehát az éhségről és a szomjúságról fogok beszélni, hogyan jelenik meg ez a mindennapi életünkben. Két nagy kérdéskört fogunk tehát vizsgálni. Mire éheznek az emberek, és mit kínál Isten, hogyan töltsük ezt be? És mire szomjaznak az emberek, és hogyan töltsük ezt be? Mire éheznek az emberek? Jézus megkísértésének a története egy minta példája annak, hogy hogyan zajlik a gonosz, mesterséges vágy és hogyan akarja kiaknázni a gonosz azt az éjség érzetet, ami a bűnbe esés óta bennünk él. Mert miről szól Jézus megkísértésének a története? Azt mondja neki a sátán, 40 nap bőjt után, amikor Jézus Isten akaratát kereste, kutatta és kijelentéseket vett tőle, és 40 nap után végül megéhezett, ezt olvassuk Máté evangéliumában, és ezután oda jön hozzá a kísértő, és elkezd beszélni hozzá. Ha valóban Isten fia vagy, mond ezeknek a kenyerek, mondd ezeknek a köveknek, hogy változzanak kenyéré. Mire éheznek tehát az emberek ez alapján a történet alapján, a teljes anyagi biztonságra, amikor nincsen hiány? mire éheznek az emberek, a teljes anyagi biztonságra, amikor nincsen hiány, amikor nem érzed magadat éhesnek, mert mindig van kenyér, mert biztonságban vagy anyagilag. Ez az első vágy, ami az emberekben él, és amire éheznek. Mi a következő? Azt mondja a sátán Jézusnak, hogy ha Isten fia vagy, vesd le magadat innen a templom párkányáról, hiszen megvan írva, hogy angyalait küldi, hogy vigyázzanak rád, meg ne üsd lábadat a kőben. Milyen éjségről szól ez? Mi van az emberek szívében? a hatalom iránti vágy, a sebezhetetlenség iránti vágy. Annak a vágya, annak az éjség érzete, hogy ne fájjon az, ami történik az életemben. Annak az éjség érzete ez, hogy bármit megtehessek, Következmények nélkül. Vesd le magadat a templom párkányáról, hiszen Isten angyalai meg van írva, hogy gondoskodnak rólad. A hatalom, a sebezhetetlenség vágya, hogy ne fájjon az, ami történik az életemben, hogy bármit megtehessek, következmények nélkül. Úgy is mondhatnám ezt, hogy a folyamatos siker vágya a folyamatos siker iránti éjség érzet. És végül a harmadik dolog, amivel a sátán kísérti Jézust, ez az elismerés iránti vágy. Elvitte egy igen magas hegyre, és megmutatta neki a világ összes országát és minden gazdagságát. És azt mondta, hogy neked adom mindezt, ha leborulva imádsz engem. Az elismerés iránti vágy, hogy az enyém legyen, hogy tudják, hogy ki vagyok, hogy én álljak legfölül. Az elismerés iránti vágy. Ezekre éheznek az emberek. Ezekre éhezünk mi magunk is, az éden fogva folyamatosan, mert benne vagyunk a mesterséges vágygerjesztésnek a nagy mókus kerekében, amely kialakítja a telhetetlenség kultúráját. Így aztán az életünk folyamatos küzdelemmé válik. Folyamatos küzdelemmé, hogy ezt a csillapíthatatlan érzetet valahogyan csillapítsuk. És ehhez az emberek különböző úgynevezett megküzdési stratégiákat választanak. Hogyan tudok ezekért a dolgokat, dolgokért megküzdeni? Hogyan tudom ezt a csillapíthatatlan érzetet valahogy csillapítani egy kicsit a szívemben? Hogyan jutok teljes anyagi biztonsághoz? Hogyan jutok folyamatos sikerhez, hatalomhoz? És hogyan jutok elismeréshez? Hogy jutalmazzák azt, aki vagyok. És ehhez az emberek négy különböző úgynevezett megküzdési stratégiát alkalmaznak. Vannak olyanok, akik ezt a csillapíthatatlan érzetet eszközökkel vagy szerekkel próbálják csillapítani. És akkor jön az alkohol, mint éjség csillapító eszköz. Jönnek a drogok, gyógyszerek, fájdalomcsillapítók, amikkel ezt az éjségérzetet megpróbáljuk betölteni. Vagy jönnek a tárgyi eszközök, telefonom, amin lógok egész nap, a számítógépem, aminek a képernyője előtt órákat eltöltök, mert legalább addig sem kell ezzel a csillapíthatatlan éjségérzettel máshogy foglalkoznom, legalább az is, amit a képernyő előtt töltök, betölti ezt az éjségérzetemet. Aztán vannak olyanok, akik embereken keresztül igyekeznek betölteni ezt a csillapíthatatlan éjségérzetet. Embereken, vagy kapcsolatokon keresztül. Biztos ismeritek ti is azt, amikor úgy érzed, hogy egy ember annyira ragaszkodik, hogy az már folytogató. Mert hogyha valaki nem tudja betölteni ezt az éjségérzetét máshogy, hanem a megküzdési stratégiája az emberi kapcsolatokhoz vezeti, akkor az ilyen emberekből szeretet leszívó és elszívó emberek válnak. Mert hogyha az éjség érzetét a másikból akarja csillapítani, akkor ez az éjség, mivel csillapíthatatlan és betölthetetlen, elszívja a másik embernek az energiáját. Aztán vannak olyanok, akiknek a megküzdési stratégiája az a spiritualitás felé vezeti őket. És mindenfélét összeolvasnak az interneten, és kipróbálnak mindenféle praktikát, odafordulnak mindenféle valláshoz vagy filozófiához, mert a csillapíthatatlan érzetet ez csillapítja számukra egy kissé. És végül vannak olyanok, akiknek a megküzdési stratégiája az az elfordulás, a befelé fordulás. Ezek az emberek lesznek azok, akik végül depressziósak és befelé fordulók, mert nem tudnak megküzdeni ezzel az éjségérzettel, mert nem tudják a telhetetlenség kultúrájának a mércéjét megugrani. Tehát még egyszer. Milyen megküzdési stratégiákkal, Próbálja az ember betölteni a csillapíthatatlan éjségérzését. Vagy eszközökkel, szerekkel, vagy emberekkel, kapcsolatokkal, vagy a spiritualitás különböző formáival, vagy pedig elfordul és befelé fordul, mert úgy érzi, hogy nem tud megküzdeni a telhetetlenség kultúrájával. Ezek a megküzdési stratégiák azonban nem fognak eredményre vezetni, mert nem tudják csillapítani a csillapíthatatlan érzetet, a mesterséges vágygerjesztésnek a vágyait, mert nem a valós szükségeket töltik be. Nem a valós szükségeket töltik be, és nem jó irányba vezetnek, hogy hogyan kellene csillapítanod az éjségedet. Ezért tehát úgy járnak az emberek, mint a hajó törött, aki csillapíthatatlan szomjúságában végül megissza a tengervizet. Mert hát az víz, víznek tűnik, Hát igen, ám, csak amikor a tengervizet megiszod, az soha nem fogja csillapítani a szomjadat. Amikor ezekkel a megküzdési stratégiákkal próbálsz csillapítást keresni az éjség érzetedre, akkor úgy fogsz járni, mint a hajó törött, aki tengervizet iszik. Hogy iszod, 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 mert úgy érzed, hogy végre folyadék, de a végén mi történik a hajó töröttel, aki tengervizet iszik belehal belehal abba, amitől a megmenekülését remélni. Ezek a megküzdési stratégiák garantáltan eltört, összetört és végső soron széttört emberi életekhez fognak vezetni. Ezzel szemben mi az amit Isten felkínál a számunkra. Mire akarja megnyitni Isten a szemünket? Hát erről szól mai első megállapításunk. Ha nem Isten igéje csillapítja az éjségedet, mindig éhes maradsz. Ha nem Isten igéje csillapítja az éjségedet, mindig éhes maradsz. És ennek van egy következménye, mégpedig az, hogy az éjség sebezhetővé tesz. Nézzük, hogy Jézus erre a kihívásra emberként hogyan reagált. Mi volt az ő megküzdési stratégiája? Mert a tanítványnak olyanná kell válnia, mint a mestere. Hogyha Jézus sikerrel vette az akadályokat és leküzdött minden kihívást, akkor mi volt Jézus megküzdési stratégiája? János Evangélium a negyedik fejezetében, a 32. 34. versben ezt olvassuk. Nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. A samáriai asszonynal történő beszélgetésben hangzik el ez. Jézusnak Samárián kell átmennie, és erről már beszéltük korábban, hogy ez a kell, ez mindig az isteni kell, ez egy olyan folyamat, amit a mennyből irányítanak. Azért kell átmennie, mert annak, akivel Jézus találkozik, Jézusra van szüksége. Samáriában leül annál a bizonyos kútnál Jézus, János Evangélium a negyedik fejezetében utána olvashattok. És annak az asszonynak az élete, a beszélgetést követően helyreáll. A szomjúság kapcsán is majd ezt a történetet fogjuk vizsgálni. A samáriai asszony élete a Jézussal való beszélgetést követően helyreáll. Időközben a tanítványok elmennek élelmiszert vásárolni, mert hát úton vannak, kifolytak a vízből és az élelemből. És amikor visszatérnek, Jézust is próbálják kínálni erre hangzik el ez a gondolat, hogy nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok, mert még nem értitek. Még nem értitek, hogy nekem az az eledelem, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem. Mit mond ezzel Jézus? Azt mondja, hogy az én eledelem az, amitől én jól lakok, ami a csillapíthatatlan éjség érzetemet maradéktalanul csillapítja az az, hogy betöltsem Isten akaratát. Mi tehát az az Isteni megoldás? Mi Jézus megküzdési stratégiája, amikor az életedben csillapíthatatlan érzetet érzel? Azt mondja Jézus, hogy keresd Isten akaratát. Keresd az ő igéjét keresd és szeresd az ő szavát, terveit, gondolkodás módját, mert amint ezt fogod tenni, el tudod majd mondani, hogy van nekem olyan eledelem, amiről ti nem tudtok. És mondhatod az ismerősödnek, rokonodnak, barátodnak, kollégádnak, hogy azért nem érzel csillapíthatatlan éjségérzetet a telhetetlenség kultúrájában sem, mert a te éjség érzetedet az Isten igéje csillapítja. Mert a te életednek az áll a középpontjában, hogy megtedd az atya akaratát, és ez betölti minden szükségedet. Az éjség sebezhetővé tesz amikor nem Isten igéje tölti be az éjségérzetedet, sebezhetővé válsz. Arra a pillanatra vár a gonosz, hogy meglássa, amikor elkezded mással betölteni az éjségérzetedet, mint Isten igéje, és abban a pillanatban meg fog jelenni, hogy felgerjessze mesterségesen a vágyaidat. Abban a pillanatban, nézzétek, Máté Evangélium a negyedik fejezetében, az első három versben ezt olvassuk. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel bőjtölt, végül megéhezett. Ekkor oda hozzá a kísértő. Ekkor, amikor megéhezik, amikor Jézust elkezdi, elkezdi gyötörni az éjségérzet, azt a pillanatot ragadja meg a kísértő, mert sebezhetővé tesz az éjség. Mivel válaszol Jézus a sátán minden egyes kísértésére? Meg van írva, meg van írva, meg van írva. Mi ez? Az Isten igéje. Mi volt Jézus megküzdési stratégiája? maradéktalan ragaszkodás Isten szavához. Mi töltötte be ezek után az ő érzetét? Van nekem a eledelem, amiről ti nem tudtok. Az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem. Ezek alapján mit tudunk mondani? Isten milyen megküzdési stratégiát kínál fel. Mi az a valódi szükség, amire ő azt mondja, hogy ez tényleg nélkülözhetetlen az életedben ember, mert a bukott világban élsz, a bukott földön élsz, ahol folyamatos, mesterséges vágygerjesztés zajlik, és a folyamatos és mesterséges vágygerjesztés következtében a telhetetlenség lesz jellemző az életedre. És amikor ez megtörténik, akkor tudnod kell, hogy ezt a típusú éhségérzetet csak Isten igéje tudja betölteni. Jézust nem érintette a csoportnyomás. Nem érintette meg őt az, hogy egyszer le akarták lökni a szikláról, máskor meg királyá akarták tenni. Őt ez nem érintette. A csoportnyomás nem volt rá hatással. Nem függött. Az emberek véleményétől. Azt hiszem ez elég jó hír sokunk számára, igaz? Jézus nem függött az emberek véleményétől. Jézus nem omlott össze a kudarctól. Sokszor sokan elhagyták, nem hittek benne, vagy szembeszegültek vele, de nem omlott össze ettől. És Jézus nem hányódott a saját érzelmei viharában. Miért? Miért nem érintette a csoportnyomás, miért nem függött az emberek véleményétől, miért nem omlott össze a kudarctól, és miért nem hányódott a saját érzelmei viharában? Azért, mert az Isten igéje volt, ami enyhítette az ő éjségérzetét mindig mert az élete középpontjában nem a mesterségesen gerjesztett vágyak álltak, hanem Isten akarata. Na ezt még egyszer. Jézus életének a középpontjában nem a mesterségesen felgerjesztett vágyak álltak, hanem Isten akarata és annak a teljesítése. Ha nem akarsz a csoportnyomás hihetetlen nyomásától szenvedni, ha nem akarsz függni az emberek véleményétől, ha nem akarsz összeomlani a kudarcok alatt, és ha nem akarsz a saját érzelmeid viharaiban hányódni, akkor válaszd Jézus megküzdési stratégiáját. Akkor tanítványként legyél olyan, mint a mestered és a mesterségesen felgerjesztett vágyak helyett válaszd Isten akaratát. Második kérdésünk. Mire szomjaznak az emberek? Megbeszéltük, hogy mire éheznek az emberek. Másodszorban arról szeretnék beszélni, hogy mire szomjaznak az emberek. Szintén a samáriai asszony példájából kiindulva. Egy olyan nőről beszélünk, akinek korábban öt férje volt, és akivel most él, az sem a férje. Ezt mondja Jézusnak. Egy olyan asszonyról beszélünk, aki fényes délben megy meríteni vizet, meríteni a kútra, mert az a közösség, akihez tartozott, kitaszította őt magából az életvitele miatt. Ebben a helyzetben tökéletes példája annak, hogy mire szomjaznak az emberek. Mi az, ami miatt Jézus a beszélgetés végén azt mondja neki, hogy aki hisz én bennem, annak a belsejéből friss víz, élő víz folyamai ömlenek. Hát akinek belülről ömlenek az élő víz folyamai, az nem szomjas. Az nem fog megszomjazni. Abban a kultúrában, ahol az embereket folyamatos szomjóság érzés gyötri. Mi az tehát, amire az emberek szomjaznak? A megbocsátás, a helyreállás és az újrakezdés lehetősége. Erre szomjazunk mindannyian. Úgy szomjazunk erre, mint egy korty vízre. És hogyha ezeket nem kapjuk meg, akkor úgy érezzük, hogy belehalunk. Hogy szomjan halunk, hogyha a bűneinkre nincs bocsánat. Hogy belehalunk, hogyha nem látjuk a helyreállásnak a lehetőségét. Hogy belehalunk, ha nem adnak nekünk új esélyt az újrakezdésre. Igaz? Mindannyian ettől szenvedünk, és erre szomjazunk. Az a kérdés, hogy mitől várod a szomjúságod csillapítását? Mi az, ami a te szomjadat oltja? Eszközök, emberek, spiritualitás vagy az elfordulás? Vagy pedig, miután láttuk, hogy ezek nem vezetnek sehova, legfőjebb a teljes kétségbeeséshez, Választod Jézus megoldási stratégiáját, és azt mondod, hogy az Atya akaratát akarod keresni, és Isten igéjével akarod oltani a szomjúságodat. A második megállapításunk a mai délelőttön így hangzik. Ha nem Isten igéje oltja a szomjúságodat, mindig szomjas maradsz. Ha nem Isten igéje oltja a szomjúságodat, mindig szomjas maradsz, és nem fogod tapasztalni a megbocsátás erejét, nem fogod tapasztalni a helyreállás erejét, és nem fogod tapasztalni az újrakezdésnek, az új esélynek a lehetőségét. Ettől szenvednek a környezetünkben az emberek. A szomjúság beszűkülté tesz. Hogyha láttatok már szomjas gyereket, vagy akár ti magatok voltatok úgy, hogy gyötrő szomjúság nyomasztott benneteket, akkor tudjátok, hogy a szomjúság az beszűkülté tesz, beszűkíti a látóteredet. Egy idő után a szomjas gyerek semmire nem tud már koncentrálni, és semmi nem érdekli, csak hogy szomjas vagyok, szomjas vagyok, szomjas vagyok. És milyen lesz a szomjas gyerek, akinek beszűkül a látótere? Hisztis. Ideges. Haragos. És dühös. A szomjas emberre, aki nem jut megbocsátáshoz, helyreálláshoz és újrakezdéshez, a szomjúság ugyanígy hat, beszűkülté teszi az embert. A szomjas ember, amikor beszűkül, akkor ideges lesz, csőlátású lesz, haragos és dühös lesz, és elkezdi rombolni ezek miatt a környezetét. Erre szeretnék példákat olvasni. Először meg fogjuk nézni Jézus megküzdési stratégiáját a szomjúsággal, és utána pedig megnézzük, hogy milyen károkat okozhat, hogyha a szomjas emberek elkezdik rombolni a környezetüket. János Evangéliuma 19. fejezetében a 28. verstől ezt olvassuk. A kereszten hangoznak ezek a szavak. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt. Szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. Jézus azt mondja ott a kereszten, a halála előtti utolsó percekben, hogy szomjazom. Az az egy korcs egy korc, bor ecet, amit a nádra tűzött izsópon kínáltak neki, nyilvánvalóan nem oltotta a szomjusságát. Akkor miért mondja Jézus a halála előtti utolsó percekben, hogy szomjazom, és ezek után, a szavak után, néhány másodperccel később azt mondja, hogy elvégeztetett. Azért, mert ahogyan Jézus úgy nyilatkozott korábban, hogy az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, ugyan ez a Jézus mondja azt, hogy atyám, itt vagyunk, közel a végéhez, az emberiség megváltása néhány percre van, és most már csináljuk végig, atyám. Én most már be akarom teljesíteni az akaratodat. Legyen vége, mentsük meg az embert. Szomjazom, atyám, arra az utolsó csepre, hogy kígyam a haragpoharat, és ezzel beteljesítsem a te akaratodat. Miről szóltak tehát Jézus megküzdési stratégiái? Mi volt az, ami az ő éjségérzetét folyamatosan betöltötte, és mi volt az, amire ő szomjazott? Mi volt az, amit nélkülözhetetlennek tartott? Az Isten igéje, az Isten szava, Isten gondolkodásmódja, Isten akaratának a betöltése. Ez volt az életének a középpontjában. És emiatt tudott szembenézni mindennel, ami szembe jött vele. Jézusnak meg kellett küzdenie meg nem bocsátással? Hogyne? Meg kellett küzdenie azzal, hogy az emberek elítélték őt és ítélkeztek felette? Hogyne? Meg kellett küzdenie azzal, hogy úgy tűnik, hogy akik a legjobban szeretik őt, azok is elfordulnak tőle? Igen. Meg kellett küzdenie a teljes megvetettséggel? Igen. Hogyan tud Jézus megbocsátásért imádkozni az Atyához akkor, amikor röhögnek rajta a kereszt alatt azok, akik oda feszítik őt. Na, ha van megküzdési stratégia, akkor ez az. Hogyan tud Jézus tiszta szívvel imádkozni ott a kereszten azokért, akik ott a kereszt alatt röhögve nézik őt, ahogy szenved? Hogy lehetséges így hozzáállni az emberekhez? Úgy, hogy az ő éjségét és szomjúságát mindig az Atya akarata, terve és gondolata irányította. Ezek töltötték be az ő éjségét és szomjúságát. És nekünk, akik az ő tanítványai vagyunk, vagy akik szeretnétek a tanítványai lenni, mert érzitek, hogy itt van az életetek megoldása, nincsen más. Út, mint Jézus útja. És legvégül nagyon röviden nézzük, hogy mi történik akkor, amikor az emberek, akiket oldhatatlan szomjúság érzett nyomaszt, mert a mesterségesen felgerjesztett vágyaikat akarják betölteni, a szomjúságtól beszűkül a gondolkodásuk, mi történik akkor az emberre? Mózes negyedik könyvéből és Mózes második könyvéből fogunk olvasni Isten népéről. Mózes negyedik könyve 20. fejezetében a második verstől kezdve ezt olvassuk. De nem volt vize a közösségnek, ezért összegyülekeztek Mózes és Áron ellen. A nép ekkor Mózes ellen fordult, és ezt mondta. Bár csak elpusztultunk volna, amikor testvéreink elpusztultak az Úr színe előtt. Miért, hoztatok az úr, miért hoztátok az Úr gyülekezetét ebbe a pusztába? Azért, hogy itt hajjunk meg állatainkkal együtt. A csillapítatlan, az oldhatatlan szomjúság érzet azokat, akik nem az Isten akaratával akarják betölteni ezt a szomjúságot, felgerjeszti dühössé teszi, és elkezdik rombolni a környezetüket. Az Isten népével történik ez, tehát oda kell figyelnünk magunkra. De Isten népe itt azt élte át, hogy Isten Mózes által folyamatosan lépésről lépésre vezeti őket. Benne voltak Isten akaratában. De amikor mégis nem figyelnek magukra, és Isten akaratáról leveszik a szemüket, és elkezdenek a körülményeikre figyelni, és a szomjúság érzettük beszűkíti a látóterüket, akkor Isten akarata kiesik a fókuszból, és jön az oldhatatlan szomjúság, amit be kell tölteni, és jön a dű, és jön a rombolás. Összegyülekeztek Mózes és Áron ellen. Lázadni kezdett az emberek szíve. És nézzük, hogyha Isten akarata kikerül a fókuszból, akkor mi történik. Mózes második könyve 17. fejezetéből az első második vers. Ezután útnak indult Izrael fiainak egész közössége a színpusztából, és ment táborhelyről táborhelyre az úr parancsa szerint. Tábort ütöttek refidimben, de nem volt ivóvize a népnek. A nép ismét perlekezni kezdett Mózessel, és azt mondta, adj nekünk vizet, hogy ihassunk. Azt élik át, hogy táborhelyről táborhelyre vezeti őket az Úr. Nincsen szükség. Nincsen szükség. Egészen addig, amíg Isten akaratának teljesítése áll a középpontban, Addig tábor helyről, tábor vezeti őket az Úr. Amikor szomjúság kezdte el őket gyötörni. Mi lett volna Isten akarata? Hát az, hogy barátaim, hogyha eddig láttátok azt, hogy tábor helyről, tábor titeket, és nincsen szükségetek, akkor most, amikor felmerül a szükség, akkor nem gondoljátok, hogy az én akaratomban továbbra is az van, hogy gondoskodjak rólatok? A szomjúságotokat nem az oltja, amiről ti úgy gondoljátok, hogy oltani fogja. A szomjúságotokat az én akaratom teljesítése fogja oldani. Ha megértitek az én akaratomat, ha bele simultok az én terveimbe, és keresitek az én gondolkodásomat, ezt nevezzük egy szóval összefoglalva Isten igéjének, akkor soha nem lesztek szomjasak. Akkor mindig átérítek a megbocsátást, akkor mindig lesz lehetőségetek a helyreállásra, és akkor mindig lesz új esély az újrakezdésre. De egy olyan gyülekezet, amelyiknek Isten akarata kiesik a fókuszából, és ahol az emberek elkezdenek a saját, mesterségesen felgerjesztett vágyaik Betöltésére fókuszálni, azok pontosan úgy fognak járni, mint a Mózes által vezetett Izrael. Megjelennek a feszültségek, megjelennek a különböző érdekcsoportok, és ahogyan Izraelt folyamatosan fenyegette a lázadás, ugyanúgy az ilyen gyülekezetek is így fognak járni. De a mi gyülekezetünk, nem ilyen. A mi gyülekezetünk az éjségérzetét érzetét Isten akaratának a betöltésével enyhíti. A mi gyülekezetünk igaz a szomjúság érzetét Isten akaratának a betöltésével csillapítja. Így van? Amen. Ámen. Ámen. Egy utolsó igét szeretnénk nektek olvasni. Mit mond éjségről és szomjúságról Jézus? Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Aki én hozzám jön, és aki én bennem hisz, nem éhezik meg, és nem szomjazik meg soha. Mert onnan indultunk, hogy jön majd olyan idő, amikor olyan éhinséget bocsátok a Földre, ez az Isten népe, nem az egész földkerekség, az Isten népe, olyan éhinséget bocsátok a Földre, az én népem közé, hogy hagyjanak már fel a saját vágyaiknak a betöltésével, hagyjanak már fel haldokló, hajótöröttként a tengervíz ivásával, és értsétek már meg, drága népem, hogy többet készítek a számotokra, sokkal többet, ha keresitek az én akaratomat, ha az éjségeteket, az akaratom teljesítésével csillapítjátok, ha a szomjúságotokat az akaratom teljesítésével oltjátok. Ez a mi utunk. A Trinity olyan gyülekezet, és olyan gyülekezet lesz és marad, aminek a középpontjában Isten igéje és az Ő akarata áll. Amen.